Szántóné Balázs Edit nem először tartott előadást a Szabad Egyetemi sorozatban. Alapvetően a magyar zsidóság beköltözését, annak körülményeit taglalja. A középkor felidézését követően csütörtökön a török uralmat követő históriáról beszélt. Elmondta, ekkor a zsidók egészen más jogi helyzetbe kerültek, nagy birtokon éltek, földesúri védelem alá kerültek. Szívesen fogadják a zsidó községeket a birtokaikra, védik, támogatják, mert nekik is nagyon hasznos. Egyrészt egy biztos adófizető, aztán összegyűjti a nagybirtokon azokat a dolgokat, amit más nem, tollat, nyersbőrt, közvetít a földesúr és a népe között, mint kereskedő. Tehát olyanképpen kölcsönösen jól jártak egymással, és ez olyan 17. századtól, hát modern korig szinte a 19. század végéig működik. A történész hozzátette, ez a korszak viszonylag békés időszak volt a magyarországi zsidóság számára. A földesúr még a központi hatalommal szemben is pártfogolta a zsidóit, és a megye, amelyik ugye önkormányzattal bírt ekkor, és a nemesek voltak az önkormányzat tagjai, ugyancsak pártfogolta, mert hát a saját birtokán élő közösségekről volt szó. Támogatták azzal, hogy házat kaptak, hogy földet kaptak, ahol templomot építhettek, vallásukat szabadon gyakorolhatták. Persze azért én most itt fogok rengeteg példát mondani arra, hogy mibe került. Tehát azért rendesen húztak jövedelmet is a zsidó közösségekből, de mondom, ennek fejében megvédték őket. A tervek szerint a Szabad Egyetem következő előadása a török kiűzését követően Galíciából érkező kelet-magyarországi zsidóság helyzetéről szól majd.